elkezdődött maga a fejlesztés, épül a Campus 2. Ha jól tudom, ez az épület is, ahol jelenleg vagyunk, nem feltétlenül úgy tervezték eredetileg, hogy ez ilyen méretű lesz, amilyen, ehhez képest elindult egy fejlesztést. De ez azt jelenti, hogy egy nagyon komoly növekedés van minden szempontból. Amikor egy előre nem tervezett növekedés van, akkor az mennyiben bonyolítja meg a fejlesztést? Ugye van egy személyes kötődés ennek a dolognak, hiszen 15 évvel ezelőtt kezdtem itt el dolgozni, és akkor egyébként a mögöttünk lévő épületben kezdtük el a munkát. És valóban egyébként ez az épületkomplexum ez úgy jött létre, hogy mindig terveztük, a jövőt próbáltuk tervezni, de ez soha nem sikerült teljesen százszerzelékosan. És először egy épületet terveztünk, majd amikor láttuk, hogy ezt is ki fogjuk nőni, és jöttek az igények egyébként Németországból, a központból, hogy még ebben a tevékenységben még több mindent végezzünk, akkor folyamatosan bővült egyébként a kampusz egy, ahol most vagyunk. És azt lehet mondani, hogy a kampusz 2 is ennek a, a filozófiának a mentén épül. Tehát tulajdonképpen álmodtunk valami valamiről. <kül> elkezdtünk arról beszélni a központtal, hogy, hogy többet szeretnénk csinálni, több témát szeretnénk idehozni, és elkezdtük tervezni tulajdonképpen a Campus 2-t, és amit most láttunk a virtuális túra során, az az első fázis lesz, amit már fel fog épülni. Egész pontosan, hogyha helyrajzilag be tudjuk lőni, hogy hol épül a Campus 2, milyen méretek és milyen beruházás, ami itt most elindult. Igen, a Campus 2 az egy 32 milliárd forintos beruházás, amiről beszélünk. Ez 90 ezer négyzetmétert jelent, és a Campus 1 egyes szemben található tulajdonképpen a Sibrik utca másik oldalán, ahol ez a beruházás az elindult. És milyen időintervallumon belül tervezik a megvalósítás utolsó szakaszát? Ugye, amiről most beszélünk az első fázis, az 2021-ig lesz kész. 2021-ig meddig jut el ez a fejlesztés? 2021-ig ugye az első fázis az befejeződik, tehát átadhatjuk tulajdonképpen a fejlesztő kollégák számára. És az első fázist milyen továbbiak követik majd? Hát ugye ezek azok a témák, amiket folyamatosan egyeztetünk ugye a központtal, és ez nyilván függ ugye az autóipar helyzetétől, a világgazdasági helyzettől, amit ma nehéz lenne egyébként előre becsülni, de ezt folyamatosan egyeztetjük, és amennyiben ugyanúgy, mint ahogy egyébként 15 évvel ezelőtt elindult egy áram a kampusz egyet illetően, hogyha a kampusz 2-t tovább szeretnénk álmodni, akkor amikor odajutunk ehhez a fázishoz, akkor tulajdonképpen egyeztetjük a központtal, és meghozzuk ezeket a döntéseket hogy mondta, ami nagyon jól hangzott, és nagyon szépen, hogy álmodoznak, álmodnak, nagyon sok minden megvalósul közülük. Próbálják tervezni a jövőt, amit nem mindig lehet, nyilván haladni is kell vele, meg valamilyen szempontból diktálják is a jövőt. Ennek a, az egyvelege, ez, ez mennyire izgalmas vajon az önök szempontjából nézve? Igen, rátapintott a lényegre tulajdonképpen a jövőbecsülésének a legegyszerűbb módja, hogyha alakítjuk a jövőt, úgyhogy ezt próbáljuk tenni az autóiparban, például az autonóm jármű projektjeinkkel. Úgyhogy itt tulajdonképpen próbáljuk a partnereinknek és a vevőinknek a gondolkodását befolyásolni és javasolni azt, hogy milyen irányba fejlesszük ezeket a projekteket, és hogyan nézzen ki a jövő autonóm jármű az úttesten. Nyilván az önök szempontjából az nagyon fontos, hogy bízni kell a technológiában, hiszen olyan fejlesztéseket is végeznek, amelyek ezt igazolják, de mondjuk egy ilyen hétköznapi ember szempontjából nézem, lehet, hogy bizalmatlan vagyok. Például mondjuk egy önvezető autónál. Mennyire bonyolult például úgy megtervezni, nyilván a teljesen önvezető autóval szeg egy? Későbbi szakasz lesz, hogy hol ér véget az a, annak az embernek a felelőssége, aki ott ül, és ő honnantól kezdődik a magának a terméknek és a fejlesztésnek a felelőssége, és ez valahogy hogy lehet úgy összekombinálni, hogy ez mindenki a lehető legjobban jöjjön ki belőle, és nyilván a legbiztonságosabbá váljon. Így van két szempontból szeretném ezt megközelíteni. Az egyik szempont az az, hogy maga a technológia, ami rendelkezésre áll, az már ma is egyébként biztos, és ma is jó működik. Természetesen a technológiákat még tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy a jövőben valóban létrejöjjenek mondjuk a négyes és ötös szinten lévő autonóm járművek, ahogy gyakorlatilag a járművezető tulajdonképpen nem kell, hogy koncentráljon a vezetésre, hanem bármilyen tevékenységet vagy tevékenysége foglalkozhat. De a másik nagyon-nagyon fontos az önvezető autóknál a bizalom kiépítése. Ez nem arról szól, hogy a technológia nem jó működik, ez arról szól, hogy mennyire bízunk abban, hogyha beülünk az autóba. Mondok egy egyszerű példát. Az utakon ma megtalálható egyébként az adaptív távolságtartó automatika. E, tulajdonképpen ez egy jó működő rendszer, de nagyon sok ember fél ezt használni, vagy nem tudja, hogy mikor fékezi az autó, a, vagy a fékrendszer meg az autót. E, mi az, amit, amit, amit megengedhetek, mi az, ahol ahol már be kell avatkoznom. És egy picit talán, ahhoz, hogy önvezető autókat vezessünk, vagy benne üljünk ilyen autókban, egy picit meg kell szoknunk ezeknek a rendszereknek a működését, és ehhez az embereket egy picit trenírozni kell, elmagyarázni nekik, hogy ez hogyan működik, elmagyarázni a rendszernek a határait. Tehát, hogy hol van az, ameddig tulajdonképpen jó érzéssel ülhetek az autóban, és ráhagyhatom az autóra azt, hogy elvigyen A-ból B-be, vagy hol van az a körülmény, ahol adott esetben az autó jelzi is nekem, ahol át kell vegyem a járműtől a felelősséget, és továbbra is én maradok a felelősségben. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ez nem technológiai kérdés, hanem ez egy inkább egy, egy társadalmi kérdés, hogy az emberek milyen gyorsan tudnak alkalmazkodni ehhez az új szituációhoz. Mi tapasztalnak, hogy jelenleg a technológiával kapcsolatos bizalom milyen az átlag embereknél, és mi az, amit el szeretnének érni majd, hogy milyen év váljon a későbbiekben? Én azt gondolom egyébként, hogy mint az élet minden területén, tehát azok a, a, a felhasználók, azok a járművezetők, akik egyébként nyitottak az új technológiára, ők nagyon hamar befogadják ezt a technológiát, és tulajdonképpen használják. Akik egy kicsit szkeptikusak, ők egy picit óvatosan vesznek ilyen funkciókat, már ma is meg lehet vásárolni ezeket a funkciókat, ugye a kettes szintű, hármas szintű autonóm jármű funkciókat, de én azt gondolom, hogy, hogy ők egy picit talán lemaradnak az elmúlt vagy az elkövetkező években, de, de ők is meg fogják szokni, és látják ezeknek a a funkcióknak az előnyeit. Mondok két konkrét előnyt. Az egyik a fogyasztás csökkentése. Tehát amennyiben ilyen autonóm jármű funkciókkal közlekedünk az úttesteken, akkor bizonyítható módon csökken egyébként az autóknak a fogyasztása. A másik ilyen funkció az pedig a biztonság. Tehát ha megbízunk a technológiában, és ráhagyjuk magunkat az autóra, hogy ő döntsön bizonyos közlekedési helyzetekben, akkor bizonyítható módon egyébként kevesebb baleset fog bekövetkezni az útakon. Erre ezekben a témákban kell meggyőzzük a közönséget, hogy, hogy használják a funkciókat. A mai éves sajtótájékoztató sajtó bemutató témája többek között a rendnek a munkerőpiacon. Melyik az az évtized, vagy melyik az az időszak, amiben elképesztően intenzíven átalakult a munkerőpiac, és ez mennyiben jelentkezik az itthoni bosz. Hát én azt gondolom, hogy folyamatosan változik, tehát nem lehet, nem szeretem ezek a generációs megközelítéseket, mert mindig azt mondom, hogy minden generációnak megvan a sajátossága, és nekünk az a feladatunk munkáltató oldalról, hogy konkrétan mi is alkalmazkodjunk, illetve a munkavállalóink is alkalmazkodjanak hozzánk. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, amit mondjuk az utóbbi öt évben lehet látni, hogy például Magyarországon nyilván teljes mértékben átalakult a munkerőpiac, még 5 évvel ezelőtt elég volt az, hogy kiraktunk egy állásérletést, és akár tízesével, százasával érkeztek hozzánk pályázók. Ehhez képest most? Ehhez képest most azért más-más a szituáció. Mi egész pontosan? Hát pontosan, még mindig sok pályázatot kapunk, ez nem kérdés, tehát, hogy így országosan, mi több, mint 10.000 pályázatot kapunk éves szinten, mert nagyon örülünk, de mindig azt kell vizsgáljuk, hogy mennyire rele, relevánsak a pályázatok de hát alapvetően teljes mondjuk, hogy gondolatiság változás kell legyen a HR oldaláról, és mi arra fókuszálunk, hogy nem csak várjuk a jelentkezőket, hanem mi, mi megyünk a jelentkezők irányába, és próbáljuk invitálni őket, hogy hozzánk csatlakozzanak. Ö, akkor tulajdonképpen most arra utal, hogy a jelentkezők nem feltétlenül olyan pozíciókba jelentkeznek, ami nekük lenne való? Az is benne van, hogy lehet, hogy félremérik az ő saját kompetenciájukat, az is lehet, hogy csak bepróbálkoznak, de alapvetően nyilván mi és kompetencia alapon választjuk ki őket, és azt is látjuk, hogy vannak olyan szak, szakmák, kompetenciák, amelyek nagyon specializálódattak. Ezekre kell fókuszálni, és ezekből nincs annyi jelölt, úgyhogy itt inkább az van, hogy a munkáltató minden csatornán próbál kapcsolatot teremteni a munkavállalókkal. Nálunk lehetőség van arra, hogy akár nemzetközi tapasztalatot is szerezzen valaki. Tehát mi szervezet formában rotáljuk a munkavállalóinkat akár külföldre is. De nem feltétlenül azt látjuk, vannak olyan speciális, új technológiai tudás, kompetencia, ami nem feltétlenül elérhető a piacon. Vannak együttműködésünk egyetemékkel, hogy ilyen képzések is legyenek, amik nekünk fontosak. Támogatást is kapunk az egyetemektől, tehát jó partnerek az egyetemek. Ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy nekünk is hozzá kell tenni a mi részünket, és mi fejlesztjük az embereinket. Itt elhangzott az a kifejezés, hogy meg a trend. Ez egész pontosan mit jelent? Meg... Munkerőpiac tekintetében. Én azt gondolom, meg a trend az az, hogy most már nem arról szól a munkaerő megszerzése, hogy várakozunk, hanem mindenkinek alkalmazkodni kell ahhoz, a piaci környezethez, hogy hogyan tudja megtalálni a saját magának a legfontosabb munkavállalókat. Ez egyik, a másik meg, hogy nyilván meg is kell tartani őket. Ugye most ugye hogy folyamatosan fejlesztenek, és ugye itt a Campus 2-nek az épülése is egy nagyon komoly téma a mai napon, és nyilván az elkövetkezendőkben is az lesz. Ez azt is jelenti, hogy növelni fogják majd a munkaerő létszámot is. Nagyjából lehet -e tudni így előzetesen, hogy hány taggal kellene optimálisan bővülnie a létszámnak? Ez nehéz megmondani, hogy pontosan hány emberrel, nyilván növeked, és a továbbiakban is lesz, pontos számot most így nem mondanék. A lényeg az, hogy itt arra fogunk fókuszálni, hogy a meglévő tevékenységeinket tovább bővítsük, illetve hogy az autonóm autózás az egyik nagy megatrend az autóiparon belül, amivel mi is foglalkozni fogunk. Nagyon fontos számunkra, hogy a munkavállalók a szakmai sikerek mellett a munka magánélet egyensúlyát is megtalálják, és egy olyan közösséghez tartozzanak, ahol jó lenni. Ezért nagyon sok olyan tevékenységünk van, például itt a szomszédban 5 percre tőlünk van egy, egy óvoda, amit támogatunk, és nagyon sok bos munkatársnak a gyermeke ott kiemelt oktatást kap. Illetve az is egy fontos dolog, hogy vannak önszerveződő köreink, ahol sportolnak, hobbikat tudnak a munkavállalók saját maguk által szervezett módon csinálni. Nagyon fontos az, hogy minden második munkavállalók itt Budapesten, tagja egy ilyen hobbi körnek vagy sportkörnek. Úgyhogy szerintem ez, ez nyilván a hova tartozást tudja elősegíteni. Nyilván ez irányú felméréseket és kutatásokat is végeznek, hogy mitől érzi ma jól magát egy munkavállaló. Ugye a Bosch az egy világcég, tehát nyilván a világ minden pontján, ahol van Bosch cég, erre figyelmet fordítanak. Mitől érzi magát jól egy munkavállaló, és esetleg Magyarország bármiben kicsit különbözik-e a többi ebben? Hát ez egy jó kérdés, hogy Magyarország. Szerintem Tendenciálisan nem különbözik, tehát az emberek alapvetően szeretik jól érezni magukat. Kérdés, hogy hol, ki mitől? Nyilván, de én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb munkát a az, hogy megtaláljuk a szakmai kihívásokat, mi megadjuk nekik azt a kompetenciafejlesztést, ami ahhoz, ami ahhoz szükséges, hogy jól érezzék magukat a munkahelyen, és emellett azt gondolom, hogy a közösségépítés az nagyon fontos.